Az új arculatú Szabolcs Takarék célja, hogy hálózatához tartozó valamennyi fiókjánál azonos pénzügyi szolgáltatásokat biztosítson, kirendeltségei egységes arculatúak, azonos színvonalúak legyenek országszerte. Szabolcs Takarék Szövetkezetnél már 8 fiókot újítottunk föl. Október 31-től csatlakozott hozzánk 2 takarék, a Nagyecsedés vidéke is, és jelenleg az ő első fiókja, ami felújításra került, ami Ópályban van. A két személyes kirendeltségnél többek között a nyílászárókat, a villamos hálózatot fejlesztették, lecserélték a banküzemi berendezéseket, és a bankbiztonságra is nagy hangsúlyt fektettek. Azért fontos a település életében, mert a helyben lakók helyben kapják meg a pénzügyi szolgáltatásokat, a közmunkások felvetik, dolgozóink felvetik a munkabérüket, és jobb, hogyha a pénzükkel sem más településre mennek, hanem itt fektetik be már, akinek van. Az átadó ünnepség utáni tájékoztatón a Takarékszövetkezet elnök igazgatója kiemelte, Ópályban a közeljövőben várhatóan egy bankjegykiadó automatát is üzembe helyeznek, valamint a többi, korábban a Nagyecsedi takarékhoz tartozó fiókokat is felújítják majd.